Eredetileg a pozsonyi úti játszótér bővítését tervezte az önkormányzat, de végül a városi sportiskola területén építették fel a játékokat. Komlósi Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy azért esett a választás a Lajosvárosban erre a helyre, mert kevés játszótér van a környéken. Az is fontos szempont volt, hogy itt a sok fa árnyékot ad majd nyáron, a játékok elhelyezéséhez pedig nem kell ezeket a fákat kivágni, és így hűvösben tudnak majd játszani a gyerekek. Itt a Lajosvárosban kevés a közösségi tér is. Nincsenek olyan találkozási pontok, ahol gyerekek, felnőttek, különböző generációk képviselői összejöhetnének, és valamit ugye a szabadidejükben tehetnének. Úgy tűnik, hogy kialakul egy ilyen típusú tér, tehát itt a legkisebbeknek is van egy játszótér, homokozó, kicsit nagyobbaknak is vannak mászófalak, mászókák. Itt van mellettünk a bringapálya, ahol már egy idősebb korosztály tud ugye szórakozási lehetőséget találni, de próbáltunk padokat telepíteni oda hátra, nyársalót is felállítani, ahol esetleg a szülők is el tudják tölteni az idejük. A képviselő szerint a játszótér biztonságos, mert teljesen körbe van kerítve, így a gyerekek nem tudnak kiszaladni az úttestre, és a szülők is nyugodtan le tudnak ülni beszélgetni a nyársaló mellé. Mincér Gábor alpolgármester a bemutatón elmondta, hogy egy évvel ezelőtt döntött úgy az EGRI önkormányzat, hogy felülvizsgálják a városi 85 játszótéren található 300 elemet. A városvezető szerint a játékok fele használhatatlannak bizonyult, ezért úgy döntöttek, csökkentik a számukat, és a megmaradt helyszíneket elkezdik felújítani. Úgy látja, hogy a Lajosvárosban ezt a multifunkciós helyet gyorsan belakják majd az itt élők. Nagy öröm számomra, hogy ez a körzet is szépen fejlődik, hiszen nem olyan rég adtuk itt át tavaly ezt az extrém sportpályát, ezt a bringapályát, amit így a nagyok, és most már itt a mögöttem lévő területet pedig a kicsik is fogják tudni használni. A Lajosvárosban hamarosan egy másik játszóteret is átadnak a gyerekeknek a Borház soron, ahol civil kezdeményezéssel indult el a grunt kialakítása.